Kedves nézői, Stúdió Percek című műsorunkat láthatják, és nagy tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Torockai Lászlót, a Mi Hazánk Mozgalom országos elnökét. Mi az oka, hogy meglátogatta Tiszavasvárit? Minek köszönhetjük a látogatást? Köszöntöm én is önöket, tiszavasváriakat, és hát országjáráson vagyok, hiszen az európai parlamenti választási kampány már megkezdődött számunkra, bár meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy tulajdonképpen én több mint 20 éve folyamatosan országjáráson vagyok. Van már több millió kilométer bennem, a Kárpát-medencét először azért kellett végigjárnom, mert a 64 vármegyei ifjúsági mozgalmat fel kellett a nulláról építeni. Tavaly pedig az országgyűlési választási kampány során jártam végig az országot, és Tiszavasváriban is már azért nagyon sokszor megfordultam. Aztán mindenki hallott arról az elcsalt tisztújító kampányról, illetve kongresszusról, ami a Jobbikon belül zajlott, aminek a következtében aztán újra nulláról fel kellett építeni egy új politikai mozgalmat, ami most már politikai párttá vált, sőt 4 parlamenti képviselővel is rendelkezünk most már, és a Mi Hazánk mozgalom szolgálatában járom az országot folyamatosan. Tehát én észre sem vettem, hogy európai parlamenti választási kampány kezdődött, gyakorlatilag állandóan onnan a magyar-szerb határól kiindulva Ásotthalomról járom a településeket. Egyrészt elmondom, hogy mi mit szeretnénk, meghatározzuk a saját mozgalmunk identitását is, másrészt pedig kíváncsi vagyok arra, hogy mi a magyar valóság, hiszen mi azzal a célra hoztuk létre a Mi Hazánk mozgalmat, hogy a magyar valóságról beszéljünk tabuk nélkül, és ezekre a problémákra, azokra a kérdésekre, amelyek valóban foglalkoztatják a magyar embereket, azokra olyan válaszokat tudjunk adni, amelyek hatékonyan meg tudják oldani ezeket a problémákat. Most hirtelen 3 kérdésemre kaptam választ, úgyhogy gondolkoztatok a következőn. Térjünk már egy kicsit vissza a Jobbikra. Ugye Tiszavasvárit úgy hívták, hogy a Jobbik fővárosa. Nagyon sok híve is volt a Jobbiknak. Ha csak visszagondolunk arra, hogy dr. Fülöp Erik volt polgármester, hányszor lett újra választva a Jobbik színekben, és jött ez a belviszály, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, Jobbikon belül, és az emberek tanástalanná váltak, nem tudták, hogy most valójában mi is ez. Olyan emberek léptek ki a Jobbikból, akik meghatározó személyiségek voltak a pártnak. Tudom, hogy belügyekről nem szívesen beszélnek, de ön, aki teljesen közel volt a tűzhöz, ha egy nagyon rövid, szemléletes összefoglalót kaphatnánk, hogy mi is az oka ennek a belviszálynak a vezetőség választáson, vagy az ominózus választáson kívül volt-e más, ami miatt idáig vezetett az egész, hogy egy pártszakadás lett belőle, nyugodtan hívhatjuk így. Itt nem személyes ügyekről van szó, itt egészen vissza kell a gyökerekig mennem, hogyha tényleg azt szeretnénk, hogy mindenki értse, hogy mi zajlik most a Jobbik házatáján. Akkor, amikor az előbb általam említett 64 vármegyei ifjúsági mozgalmat megalapítottam néhány barátommal, akkor abban az időben szintén a barátaim, bajtársaim, akikkel még a MIÉP ifjúsági tagozatában kezdtük a politizálást 10 éves fejjel, több mint 20 évvel ezelőtt, megalapították a Jobbikot, a jobboldali ifjúsági közösséget, és ez a két civil ifjúsági szervezet, a Jobbik, illetve a 64 vármegye elkezdett egymás mellett párhuzamosan felépíteni a Jobbik a mai Magyarország határain belül, a 64 vármegyi ifjúsági mozgalom pedig a Kárpát-medencében, a történelmi Magyarország területén két új mozgalmat. 2003-ban a Jobbik úgy látta, és mi is úgy láttuk, én magam is ott voltam azon a bizonyos eseményen, amikor a Jobbik párttá alakult. 2003-ban láttuk úgy többen, hogy egyfajta űr keletkezett azzal, hogy a MIÉP eltűnt, és azt a fajta parlamenti képviseletet, amit Csurka István vezetésével éveken keresztül láttunk, azt már a MIÉP nem tudta a továbbiakban produkálni. És 2003-tól kezdődően a Jobbik végig velünk együtt, ugyanúgy párhuzamosan küzdve megpróbálta az országgyűlésbe bekerülni. 2006-ban a MIÉP-pel együtt
2,2%-ot tudott szerezni a választásokon, viszont 2006 őszén a TV Székház ostromával egy olyan fordulat zajlott le, illetve kezdődött Magyarországon, ami tematizálta éveken keresztül a közbeszédet. 2006 és 2010 között mindenki arról beszélt, amit mi ott az utcán tüntetve civilként tettünk. Ennek köszönhetően sikerült a Jobbikot bejuttatni az Európai Parlamentbe 2009-ben, aztán 2010-ben hatalmas erőt felmutatva, hiszen egy 1%-os pártból, 2006-ban még gyakorlatilag egy 1%-os párt volt, 2010-re egy 17%-os pártot sikerült fölépíteni, úgyhogy semmiféle pénzügyi támogatás nem volt a Jobbik mögött akkor, nem volt oligarchája, nem volt Simicska Lajos, nem volt állami támogatás. De volt rengeteg lelkes magyar hazafi, voltunk nagyon sokan, akik nem csak a munkánkat tettük kockára, vagy tettük bele a Jobbikba, hanem a saját szabadságunkat, a saját egzisztenciánkat, hiszen nagyon sok mindenkit meghurcoltak, voltak, akiket bebörtönöztek 2006 és 10 között. Tehát ez nem egy olyan történet, amit olyan nagyon könnyen csak úgy el lehet felejteni, és azt lehet mondani, hogy semmi gond, hogyha Vona Gáborék egyszer csak fölébrednek, és azt mondják, hogy a Jobbik az tulajdonképpen egy balliberális párt, akkor ezt csak úgy el kell fogadni, és félre kell állni. Nem, mert az életünk van a Jobbikban. És hihetetlen nagy csodákra volt képes az a politikai közösség, amely a Jobbik mögött állt, hiszen az előbb, ahogy mondtam, pénz nélkül sikerült egy 17%-os pártot bejuttatni, illetve felépíteni a Magyarországgyűlés számára és a Magyar Haza szolgálatában. Tehát ha már Tiszavasváriról beszéltünk, emellett nagyon fontos azt megjegyeznem, hogy a saját tehetségük és a saját szorgalmuk a munkájuk által nagyon sokan polgármesterekké váltak, képviselőkké váltak, akik szintén rengeteg munkát, rengeteg eredményt hozzátettek aztán a Jobbik országos sikeréhez. Fülöp Erik az egyik legsikeresebb ilyen polgármester volt, tiszavasvári polgármestere, nem véletlenül lett Tiszavasvári a Jobbik fővárosa, de hát említhetném Ferenci Gábort például, aki Devecserváros polgármestere, egy nagyon hasonló pályát futott be, mint Fülöp Erik, és hát talán megemlíthetném saját magamat is ásotthalom polgármestereként, aki függetlenként lett a ásotthalom polgármester, és a Jobbik pártigazgatójának az unszolására vállaltam azt, hogy második alkalommal, amikor már 100%-kal újra választottak, akkor a Jobbik logóját is oda tették a nevem mellé. Én azt gondolom, hogy sok ezer embernek a munkája van a Jobbik mögött. Ezt kell világosan látni, nem a pénz van a Jobbik mögött. 2010-es napjaink között a Jobbik több mint 10 milliárd forint közpénzt kapott, amióta bekerült a parlamentbe. Ehhez képest a Jobbik... Ezt tudták a jobbikosok? Tehát ön is például, vagy például dr. Fülöp Erik is tisztában volt ezzel, hogy mekkora ez a támogatás? Megmondom miért, mert például Tiszavasár, mint a Jobbik fővárosa, ebből nem sok mindent élvezett. De hát ezt nyugodtan elmondhatnám ásotthalom esetében, hogy én ásotthalom polgármestere vagyok 2013 óta, egyetlen egy fillért, vagy bármiféle támogatást soha nem kaptam egyéb iránt a Jobbiktól, de hozzá kell tennem, hogy mi olyan polgármesterek vagyunk, voltunk, mint Fülöp Erik, vagy éppen jó magam, akik tényleg a semmiből, a saját erőnkből építettünk valamit, és ezért nem is vártuk el azt, hogy Budapestről valaki küldje a milliókat az általunk vezetett településre, de valóban azért ezt a kérdést fel lehet tenni ennyi év után, hogy több mint 10 milliárd forint átment a Jobbikon, ugye jelenleg is 2,7 milliárd forint körül kap állami támogatást a Jobbik többféle csatornán keresztül, tehát van a párt, van a pártalapítvány, van a frakció, és nem tud fölmutatni a Jobbik 9 év után egy központi irodát sem. Ugyanazt a székházat jegyzik székházként a Villányi úton, azt a picike kis egérjukat, ahol 2008-ban Vona Gáborral, Szabó Gábor pártigazgatóval és Novák Előd akkori jobbikos alelnökkel, illetve Zagyva György Gyulával, aki a 64 vármegyei ifjúsági mozgalomban volt vezetőtársam, ültünk ott a Villányi úti irodában, és ott szőttük a tervet, és gondoltuk végig azt a lehetőséget, hogy 2010-ben hogyan tudunk bekerülni az országgyűlésbe. Tehát most is ugyanott tart tulajdonképpen a Jobbik, mint ahol 2010 előtt állami
támogatás nélkül tartott. Én ezért mondtam azt, hogy szerintem jól járt Magyarország, hogy nem bíztuk olyanokra az ország vezetését, akik a párt költségvetésével sem tudnak megbirkózni, a párt számára juttatott közpénzzel sem mindig tudnak pontosan elszámolni. De ennél sokkal komolyabb kérdés az, hogy vajon az az elképesztő értékválság, ami bekövetkezett a Jobbiknál, annak mi voltak, melyek voltak a mozgatórugói, hiszen ahogy kezdtem, nem személyes konfliktusokra vezethetsz ez vissza, hanem egy nagyon-nagyon fontos értékbeli különbségre. Itt egyszerűen az történt, hogy valamikor 2016 táján, amikor Vona Gábor engem felkért, ugye többször unszolására, harmadszóra mondtam csak igent, és mérettettem meg magamat a Jobbik kongresszus előtt alelnök jelöltként, illetve felkérte Fülöp Eriket, tiszavasvári polgármestert szintén alelnök jelöltnek, akkor valójában Vona Gábor már eldöntötte azt, hogy a Jobbikból egy balliberális pártot kíván csinálni. Én azt gondolom, hogy alapvetően taktikai okokból gondolta, úgy véli, hogy csak így lehet vagy úgy vélte, hogy csak így lehet a Fideszt legyőzni. Másrészt viszont nem csak taktikai okai vannak. Én azért személyesen jól ismerem Vona Gábort, nagyon régóta közelről látom az ő pályafutását. Én soha nem gondoltam egyébként azt Vona Gáborról, hogy ő belül, főleg a fundamentumát, az értékrendjét tekintve különösebben szilárd és erős ember lenne. Egy nagyon intelligens embernek tartom, egy nagyon tanult, nagyon olvasott embernek, akinek számos pozitív és jó tulajdonsága van, de ez az értékbeli fundamentum, ez hiányzik nála. Hogyha végignézzük azért az ő pályafutását, akkor azt láthatjuk, hogy miközben mi, akik a Jobbik és a 64 vármegye alapítói voltunk többségében, a MIÉP ifjúsági tagozatában kezdtük a politizálást, ő viszont Orbán Viktor polgári körében a Fideszben kezdte, és akkor, amikor a Fidesz még lényegesen liberálisabb húrokat pengetett, mint manapság, de számunkra akkor a Fidesz egy nagyon távoli pártnak tűnt. Tehát nem abból a politikai közösségből vagy családból indult eleve az ő pályafutása, ahol aztán ő kikötött. Illetve, hogyha visszaemlékszem arra, hogy 2007. október 22-én a Szabadság téren, amikor egy demonstrációt szerveztünk a Gyurcsány kormány ellen, és a szónokok között ott voltam jó magam is Vona Gáborral együtt, és miután elmondtuk a beszédeinket, én a beszédem végén hozzátettem, hogy most elindulunk az Operához, ahol éppen Gyurcsány Ferenc mondta a beszédét, és ott fogunk tüntetni, mire ugye többen felvetették, hogy a Nagymező utcában a rendőrség elzárta az útvonalat. Én pedig azt mondtam, hogy ennek ellenére mi megyünk, és majd meglátjuk, hogy mi lesz. És a Vona Gábor pedig szinte riadtan kérdezte tőlünk, hogy ezt komolyan gondoljuk-e, és abban az időben, ameddig mi néhány ezer emberrel megindultunk az akkori miniszterelnök beszéde ellen tüntetni, akkor ő egy kávéházba húzódva kimaradt ebből. Tehát én nem gondolom azt, hogy akár 2006 és 10 között olyan harcosként vett volna részt a küzdelmekben, ahogy azt nagyon sokan egyébként gondolták. Tehát én azt vélem, hogy tulajdonképpen ő mindig egy ilyen útkeresésben volt, és akkor, amikor, ahogy ugye ezt Mirkóczki Ádám, a pár szóhívője be is vallotta, amikor éppen radikálisnak kellett magát mutatnia, mert úgy tűnt, hogy a radikalizmussal lehet szavazatokat szerezni, akkor radikális volt, amikor úgy gondolta, hogy úgy lehetne miniszterelnök, és úgy lehetne leváltani a Fideszt, hogy balliberális pártokkal köt szövetséget, akkor számára ez nem jelentett problémát. Mi viszont hülyek maradtunk az elveinkhez, hülyek maradtunk ahhoz, amit az elmúlt 20-25 esztendőben, 10 éves korunk óta képviselünk. Ez egy nagyon nagy különbség, ebből fakad az a hatalmas szakadás, ami a Jobbiknál bekövetkezett. De én azt gondolom, hogy ez a ketté szakadási folyamat, ez tulajdonképpen lezárult. Az, amit most látunk, akár Hegedűs Lórántné minapi kilépésével. Igen, ez már egy tulajdonképpen egy ilyen morzsolódás, morzsolódik szét a Jobbik, de ez már nem a ketté szakadásnak a folyamata, az lezárult. Ugye most már hónapok óta nyilvános dologgá vált az, amit éveken keresztül az elmúlt két évben, amikor én ugye többször felvetettem nyilvánosan is különböző interjúk vagy televíziós szereplések alkalmával, hogy a Jobbik mintha letérni
készült volna a nemzeti útról, azt ugye mindig cáfolták volna Gáborék, mindig azt mondták, hogy nem, hát nincs szó erről, mi maradunk az eredeti úton, stb. Stb. Ezt ugye hittük is, meg nem is próbáltunk az utolsó pillanatig bízni abban, hogy a Jobbik nem fog letérni az eredeti útról, illetve nem hagyhattuk, hogy azért azokkal az erőforrásokkal, amelyekkel a Jobbik rendelkezik, egy olyan társaság bírjon, aki ezt a saját céljaira próbálja felhasználni. Ennyi felelősségünk van azokkal szemben, az emberekkel szemben, akikről az előbb beszéltem, akik a munkájukat, egzisztenciákat és mindent feláldozva a Jobbik sikeréért dolgoztak. Nagyon fontos azt látni, hogy az elmúlt hónapokban azonban ez most már nem titok, most már nyíltan vállalta fel a Jobbik az összeborulást a balliberális táborral, és meggyalázták az Árpádházi királyaink zászlóját, az Árpádsávos zászlót is azzal, hogy ott lengedezik most már hónapok óta a szivárvány színű zászló, a vörös csillagos zászló, vagy éppen a Momentum lila zászlói között. Ettől a pillanattól kezdve azonban már nem lehetett többet tagadni azt, hogy a Jobbik balliberális pártá válik. Most innentől kezdve, aki ezek után az elmúlt hónapokban is ott maradt a Jobbik parlamenti frakciójában, az most már hiába szakít a Jobbikkal, lép ki, mint hegedűs Lórántné, a Mi Hazánk mozgalom már nem fogja átvenni a képviselői csoportjába, hiszen azt gondolom, hogy ez a kettéválási folyamat, ami az értékek mentén történt, ez már lezárult. Ja, javaslom, hogy lépjük tovább, mert aki most kapcsolódik be a beszélgetésbe, azt hiszi, hogy valami jobbikos témába csöppent. Azért jók egyébként ezek a televíziós beszélgetések, mert olyan emberek, akik nem látnak bele a politikába a mélységébe. Most például itt néhány dolog hallatán csak kapkodták a fejüket, hogy mi van, hiszen ők ezt nem látják, nem is láthatják, pont azért, mert olyan mélységben nem foglalkoznak a politikával. Nézzük egy kicsit az ön személyét. Emlékszem rá, volt idő, amikor a televízióban istenítették az ön ténykedését. Aztán eljött az az idő, amikor tényleg ön volt a, nem is fekete bárány, hanem a fekete 50 árnyalat a bárány, és ez lett belőle, akkor végül is ez mind visszavezethető arra, amit ön elmondott az előbb. Igen, hát ez tulajdonképpen fluktuál, hogy éppen mit mondanak rólam, ez egy ilyen állandóan változó dolog, de hát ne lepődjünk meg semmin, én annak idején kommunikáció szakra jártam az egyetemen, és ott azok a tanáraink, média beli tanáraink, akik értettek ehhez, ők azt mondták, hogy olyan, hogy független média nem létezik, tehát nyilván valakinek... Kivéve a Tiszavasvári Városi Televízió. Én ezt készséggel hiszem, mert látom, hogy itt mindenről beszélgethetünk, és én is tudok mindenről beszélni, nem akarnak lekeverni, de az a helyzet, hogy ettől függetlenül mindig van egy tulajdonos, mindig van egy finanszírozó, általában a média az egy veszteséges vállalkozás, és igenis, hogyha valaki ebbe pénzt tesz, akkor általában vannak elvárásai. Én ezt hajlandó voltam már akkor is egyetemistaként elhinni, azóta politikusként pedig a saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy miközben én az elmúlt 25 esztendőben semmit nem változtam, nyilván sokkal szélesebb lett a látóköröm, megismertem a világot, és a többi, polgármesterként az államigazgatást és nagyon sok mindent megtanulhattam, de azért, ami nagyon fontos, hogy mindig éppen az adott politikai helyzet dönti el, hogy hogyan beszélnek egy olyan közszereplőről, mint amilyen én is vagyok. Azt azért fontos látni, hogy 2006-ban nagyon komoly gondokat, nagyon komoly károkat okoztunk annak a politikai státuszkónak, ami az elsikasztott rendszerváltozás óta fennállt. Az a status quo, ami vígan szétrabolt ezt az országot, amikor a 90-es években itt a rabló privatizáció folyt, akkor egy ilyen közmegegyezés volt a pártok között. Én 1998-ban kerültem be először az országgyűlésbe, de nem mint képviselő, hanem mint parlamenti párt frakció alkalmazottja. Nekem kellett tudósítani, és mint egy ilyen íródeák jegyzetelni a plenáris ülésteremben történteket, ami épp alkalmazottjaként Csurka István mellett dolgozva, és én már akkor azt láttam, még olyan klasszikus figurák is ott voltak a parlamentben, mint Horn Gyula és Tordján József, hogy azt láttam, hogy bizony ezek a egyébként nagyon komoly történelmi pártok, amelyek kibékíthetetlen ellentétben vagy ellenségeskedésben állnak egymással, mondjuk mint a Független Kisgazdapárt és a Szocialista Párt,
ezeknek az akkori első emberei, Horn Gyula és Tordján József a büfében a legnagyobb barátságban falatoztak együtt, és amikor én ezt végignéztem testközelből, én oda mentem Csurka Istvánhoz, és én azt kértem, hogy engem innen vonjanak ki, és így lettem aztán koszovói haditudósító például, mert egyszerűen borzalmas volt az atmoszféra, amit én ott belülről akkor megtapasztaltam. És 2006-ban mi amikor a tévészékházat megostromoltuk és elfoglaltuk, akkor ezt a politikai státuszkót fölborítottuk. És nem az volt igazán meglepetés, hogy 2006-ban a magyar nép megostromolta és elfoglalta a magyar televízió, a köztelevízió épületét, hanem az volt a csoda, hogy ez nem 1989 vagy 90-ben történt meg, hogyha akkor megtörtént volna, akkor 2006-ban nem kellett volna tévészékházat ostromolni, tehát ugyanazok a személyek voltak még akkor is ott a tévészékházban, azok mosták az emberek agyát, akik 1990 előtt ugyanezt tették. És 2006 és 10 között mindenfélét mondtak rám. Tehát nem volt olyan magyar politikus vagy közszereplő, akire ennyiféle vádat zúdítottak. Hát én mindenféle ügynök voltam. Hát az MSZP-sek mindig azt mondták, hogy a Fidesz ügynöke vagyok. A Fidesz azt mondta 2006 és 10 között különösképpen, hogy az MSZP ügynöke vagyok. Nehéz volt bizonyítani mind a kettőt. Aztán ugye például a szerbiai rendészeti bizottság elnöke Milorad Mirčić, aki a szerb radikálisok politikusa volt, ha jól emlékszem, 2004-ben azt állította, hogy én a CIA ügynöke vagyok. De írták azt, hogy én valószínűleg szerb ügynök vagyok szintén. Tehát a lehető legellentétesebb, legelképesztőbb kitalációk, rágalmak születtek velem részéről kapcsolatban. Abszolút, én büszke vagyok erre, csak el kéne dönteni. Tehát annyira nem lehetek egyszer az MSZP-nek és a Fidesznek, vagy a szerbeknek és a CIA-nak is az ügynöke. Miért van az nyilván ez vicces, de persze. Egy dolog biztos, hogy 2006 és 2010 között azzal, amit tettünk, nagyon nagy eredményeket értünk el, hiszen az SZDSZ minden idők legsötétebb magyar ellenes pártja megsemmisült, eltűnt 2010 után, miközben 2006 és 10 között kormányoztak. Az MSZP és a baloldal azóta nem tudta talpra állni, 1000 darabra estek szét, miközben az úgynevezett politikai jobboldalnak, a Fidesznek kétharmados győzelmet hozott ez a 4 év, a Jobbik pedig meg 17 szerezte az erejét ez alatt a 4 év alatt. A gond az ott kezdődik, hogy az a két párt, akik profitáltak azzal, hogy mi az utcán tüntettünk, a bőrünket a vására vittük, és egyébként ezt a rengeteg rágalmat is el kellett viselnünk, amit a fejünkre zúdítottak. Ez a két párt ez nem tudott élni, sőt visszaélt azzal a bizalommal, amit sokunktól kaptak 2010-ben. Ugye egyrészt a Jobbik azzá vált, ami ellen harcoltunk, és ami ellen létrejött, hiszen most már egy balliberális párt. A Fidesz pedig rengeteg olyan célt, olyan nemzeti célt, amit mi magunk elé tűztünk, nem valósított meg. Hát csak a két dolgot kiemelek, ami számunkra, a Mi Hazánk mozgalom számára rendkívül fontos. Az egyik a nemzeti öntudat erősítése. Én nem hiszek abban, hogy akár gazdaságilag, vagy bármilyen szempontból fejlődni tud egy ország, ahol az emberek nem szeretik a hazájukat, ahol nem büszkék arra, hogy annak a nemzetnek a tagjai. Azt láthatjuk, hogy minden fejlődő és erős gazdasággal rendelkező országban azért van egy nemzeti büszkeség, míg nálunk kialakultak olyan szavak az elmúlt évtizedekben, mint a magyarkodás például, mint hogyha nekünk nem szabadna büszkének lenni arra, hogy magyarok vagyunk. Hát az elmúlt 9 esztendőben ezen a téren nagyon keveset tudott a Fidesz felmutatni, miközben 1968-ban, tehát még a kommunista diktatúra idején tudtak utoljára olyan nagy történelmi játékfilmet elkészíteni, amely komoly hatással van a nemzeti öntudatra, ugye ez az Egri csillagok Igen. volt. Az elmúlt 9 évben egy ilyet sem tudott felmutatni az állítólagos nemzeti kormány. Amit föl tudott mutatni, és ami világhírűvé tette, az a Saul fia volt, ami hát nem a nemzeti öntudatot erősíti, hanem a nemzeti bűntudatot erősíti
legfeljebb, és nem látom azt, hogy akár a gyerekek nemzettudat erősítése terén felmutatott volna akár jobb eredményeket, mint a Kádár rendszer. Hát 1984-ben készült Mátyás király meséi című rajzfilm sorozat, ami a mai napig hatással van nálunk Ásotthalmon, a bölcsödében, az óvodában a Mátyás király meséiből vett jelképeket, képeket festünk a falra, hogy mi jó irányba, pozitív irányba neveljük a gyerekeket Ásotthalmon, de hát ez is 84-ben készült, ez a Mátyás király meséről szóló sorozat. 2010 óta ilyet sem látunk, de mondhatnám akár azt is, hogy miközben a 90-es években szétrabolták Magyarországot, a rabló privatizáció következtében felszámolták, megszüntették a nemzetgazdaságot, 2010 óta a Fidesz sem tudott ezen a téren semmilyen új dolgot felmutatni, ugyanúgy a multikat támogatják kiemelten, mint korábban a szocialisták, miközben ez egy hihetetlenül komoly spirált és tragédiát hozott a magyar gazdaságnak, mert egyrészt ezek a nagy multinacionális cégek, akár a kereskedelemben, akár máshol kiszorították a magyar versenytársaikat. Nyilván a magyar cégek nem tudnak versenyezni ilyen hatalmas mamut cégekkel, de aközben, amikor legalább egy picit közelíteni kellene a magyarországi béreket a többi uniós tagállam béreihez, akkor pedig kivonulással fenyegetőznek, mint most éppen a Spár, aki még a minimálbért sem akarja megadni egyes dolgozóinak. Tehát ez a fajta gazdaságpolitika, amit akár a Fidesz, vagy akár az MSZP nevével fémjelzett balliberális oldal követett, ez nagyon káros Magyarország számára, és semmiféle változást nem láttunk az elmúlt évek alatt sem. Tehát emiatt a Jobbik árulása, illetve a Fidesz impotens hozzáállása olyan alapvető kérdésekhez, például mint a mezőgazdaság, vagy akár az élelmiszeripar, ahol nem látjuk ezeket az átütő eredményeket, sikereket, ez vezetett ahhoz, hogy mi elkezdtük az utóbbi fél évben felépíteni a harmadik pólust, hiszen most már két pólusúvá vált a magyar politikai rendszer. Az egyik oldalon van a Fidesz, és a Fidesz által megjelenített nagy tömb, a másik oldalon pedig van az immáron egyesült balliberális tömb, amelynek része az MSZP, a Jobbik, a DK, az LMP, a Momentum és nagyon sok kis törpe párt. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy ennek a két tömbnek megvan a maga egy-egy karakterisztikus erős vezetője. Az egyik oldalon Orbán Viktor, a másik oldalon egyetlen egy karizmatikus vezetőt tudunk felmutatni, még akkor is, hogyha általában elgurul a gyógyszere, ez pedig Gyurcsány Ferenc, hiszen senki nem gondolhatja komolyan, hogy ennek a nagy szivárvány koalíciónak, hogyha esetleg a balliberálisok kerülnének 2022-ben kormányra, ami egy tragédia lenne ennek a nemzetnek, akkor mondjuk Schneider Tamás lenne a miniszterelnök, ezt senki nem gondolhatja komolyan. Egyetlen egy olyan ember van, hát a Momentum esetében az elnökségi tagok nevét sem tudjuk felsorolni, annyira jellegtelen, sótlan figurák, akik 20 éves fiatalok és állandóan cserélődnek, semmilyen produktumot felmutatni nem tudnak, azon túl, hogy megfúrták a Magyar Olimpiát. Itt egyetlen egy olyan potens, erős és karizmatikusnak számító politikus van, az pedig Gyurcsány Ferenc. Viszont tudjuk azt is, hogy Gyurcsány Ferenc milyen politikát fog képviselni. Ő legalább őszintén elmondja, mondjuk a jobbikosokkal ellentétben, hogy valójában mi lesz akkor, hogyha balliberális kormány lesz Magyarországon. Épp a minap a felesége Dobrev Klára jelentette be, aki ugye az EP lista vezetőjük, hogy Európai Egyesült Államokat szeretnének. Hát ez egy világos beszéd. Tehát ők nem szeretnének Magyarországot, nem szeretnek magyar nemzetet, nem szeretnek magyar nemzetállamot, de ők azt szeretnék, hogyha arctalan, gyökértelen fogyasztók lennénk az Európai Unióban, amely az Európai Unió egy kizsákmányoló és gyarmatosító birodalomként működne, ahol a Spárhoz hasonlóan azonnal lehetne zsarolni a dolgozókat, hogyha emberibb fizetéseket, béreket szeretnének kérni maguknak. Tehát egy ilyen Európát, egy ilyen Magyarországot mi semmiféleképpen nem szeretnénk, sőt, nagyon keményen harcolni is fogunk továbbiakban is ez ellen, a vízió ellen. Viszont én azt látom, hogy sok százezer ember van Magyarországon, sőt a legnagyobb,
a legnagyobb tömeg ma Magyarországon azokból áll, akik sem Orbán Viktor kormányából, sem Gyurcsány Ferenc kormányából nem kérnek. Számukra viszont nincs jelenleg opció, ezért szerettünk volna egy harmadik alternatívát létrehozni, a kétpólusú politikai rendszerben egy harmadik pólust, még ha ez a fizikai törvényeivel esetleg ellenkezik is, de egy harmadik pólust létrehozni. Ezért kötöttünk olyan történelmi pártokkal szövetséget az elmúlt hetek során, mint a Miéppel és a Független Kisgazdapárttal, mert azt gondoljuk, hogy ezeknek a pártoknak a hangja is hiányzik az országgyűlésből. A Miéppről többször is beszéltem, illetve itt a közelben Tisza Eszláron polgármester a Miépp, volt itt a stúdióban. Miépp elnöke, holnap meg is látogatom polgármester kollégámat. Azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség van a Miép szellemiségére is, de ugyanúgy szükség van a Független Kisgazdapártra. Hát, hogyha belegondolunk abba, hogy a jelenlegi parlamenti pártok közül mindenki urbánus, mindenki olyan városi alapokon áll, hogy nem tudják hitelesen a magyar vidéket képviselni. Ehhez képest a Független Kisgazdapárt szövetségében, szövetségese mellett ugye ott van a Miép, akit egy, vagy amelyet egy tiszaeszlári vidéki polgármester vezet, vagy ott van a Mi Hazánk mozgalom, ennek a szövetségnek a vezető ereje, amelyet szintén ugye az én személyemben egy vidéki, Magyarország egyik legnagyobb tanyás településének a polgármestere vezet. Tehát mi bocsánat, tényleg... Hogy kérdezzek már? Tudom, hogy nagyon nehéz vidékről betörni egy országos politikába. Főleg úgy, ha a média nem biztos, hogy önök mögött áll. Hogyan sikerül bármiféle reklámot, propagandát csinálni? Mert nem könnyű. Rengeteg munkával, és én egyébként is ilyen unortodox politikus voltam, bár még a politikus jelzőt is még mindig ízlelgetem, hiszen én annyira mozgalmi ember voltam, és mai napig mozgalmi ember vagyok. Én nem hiszek abban, ahogy egyébként általában a politikusok, pártelnökök, pártvezetők, vagy akár politológusok gondolkodni szoktak, akik kizárólag pénzben látják egy politikai párt vagy közösség erejét, sikerét. Hát pont a Jobbikkal bizonyítottuk be 2006 és 10 között, hogy van más út, amikor nincsenek oligarchák egy párt mögött, akkor egyszerűen vissza kell adni a hitet az embereknek, vissza kell adni a reményt az embereknek, hogy van még értelme dolgozni, küzdeni, felépíteni egy politikai közösséget, vagy akár elmenni szavazni. Ugye hozzá kell tennem, hogy 2006 és 2010 között nekem személy szerint sokkal könnyebb volt a dolgom. 2010 óta pontosan Vona Gáborék, akiket ugye mi bejuttattunk, sokan, sok ezer magyar ember bejuttatott a Magyar Országgyűlésbe, visszaéltek ezzel a bizalommal, és látjuk azt, hogy nagyon sokan közönössé váltak, fásultá, vagy egyáltalán inaktívvá váltak, és most sokkal nehezebb megmozgatni az embereket mozgalmi jelleggel, mint korábban. Ennek ellenére az egy csoda, ami a Mi Hazánk mozgalommal történt. Azért az, hogy fél év alatt a semmiből létrejöttünk pártként, 4 parlamenti képviselőnk van, azért nincs több, mert most már nem veszünk át többet a Jobbik frakciójából, az előbb elmondtam, de az, hogy minden megyében fölálltak a szervezeteink, a főváros minden kerületében, az, hogy komolyabb központi irodával rendelkezünk már Budapesten, Dúró Dóra parlamenti keretének köszönhetően, aki a Mi Hazánk mozgalomra áldozza a parlamenti keretét is ugye ezáltal, és komolyabb irodával rendelkezünk, komolyabb központtal és infrastruktúrával, mint a 10 milliárd forint közpénzt felzabáló Jobbik, az azt gondolom, hogy mindenféleképpen egy csoda. Csoda számba megy, és emögött semmi nincs, csak és kizárólag az az elképesztő hit, és az az elképesztő hazaszeretet, ami bennünk van, és ami hajt minket előre, visz minket előre. Ha már az előbb szóba kerültek itt a választópolgárok, tényleg az utóbbi idők történésein úgy gondolom, hogy eléggé megzavarták az embereket. Mennyire lehet a választópolgárokat, ugye most megint választunk májusban, mennyire lehet újra kinyitni a szemüket, mennyire lehet nekik megmagyarázni, hogy ez most, amit önök csinálnak, ez jó, azoknak az embereknek, akik esetleg más pártokban elvesztették a bizalmat, és nem látnak jövőképet politikai téren. Én teljes mértékben megértem a magyar embereket, hogy ők már nem tudnak bízni egyetlen egy pártban, vagy politikusban sem. A politikusok mindent, és a pártok mindent elkövettek Magyarországon az elmúlt évtizedekben.
azért, hogy a magyar emberek ne bízzanak bennük. Nemzetközi kitekintésben is páratlan az, hogy Magyarországon egy liberális internacionálé alelnökét adó Fideszből egy nemzeti radikális párt lett, miközben a nemzeti radikális Jobbikból pedig balliberális párt lett. Nem beszélve arról, hogy a kommunistákból lettek a demokraták, mint a demokratikus koalíció. Tehát elképesztő, ami Magyarországon megtörtént, amennyi fordulat, átverés már lezajlott Magyarországon. Tehát ezek után nagyon nehéz az emberek bizalmát elnyerni, de én azt gondolom, hogy nem a propaganda kampányok segítenek ebben. A magyar embereket nem szabad hülyének nézni, akik Budapestről irányítják ezeket a parlamenti pártokat, nem ismerik a magyar valóságot, nem ismerik a magyar vidéket, úgy, mint mondjuk jó magam, aki ott élek egy tanyán a magyar-szerb határon. És gyakorló polgármesterként ugye azt azért fontos hangsúlyoznom, hogy a Mi Hazánk mozgalom elnökségében is hárman vagyunk gyakorló polgármesterek, akik a főállású polgármesterség mellett építettünk föl szinte semmiből egy országos pártot. Igaz, rá kellett állni a 4 órás alvásokra, de én is egy ilyen kísérleti alanyként bizonyíthatom, hogy lehet így élni. És van család életem mellett? Hát nagyon-nagyon nehéz, nekem 3 gyermekem van, tehát nagyon nehéz, ez nyilvánvaló, de mi ennek az ügynek szenteljük az életünket, és én azt látom, hogy nagyon-nagyon nagy hiba, és nagyon nagy tévedés, hogy ezek a budapesti, vagy sok esetben külföldi, izraeli, vagy éppen amerikai politikai tanácsadók, akik a parlamenti pártok mögött vannak, lebecsülik és lenézik a magyar embert, főleg a vidéki magyar embert, és azt gondolják, hogy a vidéki magyar ember az hülye. Én viszont pontosan tudom vidéki magyar emberként, látva, tapasztalva, hogy nem a diplomák száma fontos. A magyar emberek mindenhol, függetlenül attól egyébként, hogy milyen végzettsége van, vagy éppen Magyarország melyik pontján él, élhet akár egy tanyán, élhet egy faluban, élhet egy vidéki városban, bárhol, elképesztően jól át tudják látni a helyzetet, azonnal meg tudják érezni, hogy egy politikus például nem hiteles. És amivel a mi igazi előnyünket meg tudjuk teremteni, az, hogy mi fel tudunk valamit mutatni. Mi nem csak óriás plakátokat, vagy különböző újságcikkeket tudunk lobogtatni, hanem tudunk valamit például mondjuk Ásotthalmon, ahol modellezem azt, amit ugye az országban tennénk, hogyha mi kormányoznánk, fel tudunk mutatni. Meg tudjuk azt mutatni, hogy mi megvédjük a lakosságot. A közbiztonság jó, a közbiztonsági helyzet jó. Senki nem tudja elhinni mondjuk a Mi Hazánk mozgalomról, hogy mi kerítést akarunk bontani, és migránsokat akarunk betelepíteni, hiszen a kerítés az én ötletem volt, és először az ásotthalmi mezőrséggel mi kezdtük el védeni a magyar határt. Nincs nálunk gyakorlatilag bűnözés, megszűnt az elmúlt 5,5 évben, nincsenek bűncselekmények Ásotthalmon. Rend van a településen, virágzik, 5-6 beruházás zajlik jelenleg is, folyamatosan egyiket éppen befejezzük, kezdjük az újat, sokan nem értik, hogy lehet az, hogy szinte az Alföldön páratlan módon a mi önkormányzatunknál keresnek a legtöbbet az ott dolgozó emberek. Tehát hogy lehet, hogy mindenre van pénz? Nagyon egyszerű, nincs korrupció. Nem lopjuk el a pénzt. Ki is tettem ugye egy táblát egy sajtótájékoztató keretében Ásotthalom helységnév táblája mellé, hogy ez egy korrupciómentes övezet, és senki nem volt annyira nagyító alatt az elmúlt években, mint jó magam, hiszen én talán a szókimondásom és a tabu döntögetésem miatt is megkaptam mind a Fidesz, mind a balliberális tömb propagandistáit, újságíróit, akik végignyálaszták a különböző közérdekű adatkikérésekre hivatkozva az összes számlát, még a WC-papír számlákat is átnézték az Ásotthalmi önkormányzatnál, és soha nem találtak egyetlen egy korrupciós ügyet sem, sőt minden egyes beruházás, minden projektet meghirdetek a Facebook oldalamon is, hogy bárhonnan az ország bármelyik részéről magyar vállalkozók jöhetnek, ez egy feltétele van, hogy magyar vállalkozók dolgozhatnak csak Ásotthalmon. Átláthatóak, transzparensek vagyunk, és a biztonság mellett építünk is. Én azt gondolom, hogyha ilyen példákat tudunk felmutatni, és ezt ugyanígy elmondhatnám a devecseri polgármester kollégámról, az alelnök társamról, hogy ő is ugyanezt fel tudja mutatni Devecser városában. Hogyha ezeket a példákat mi meg tudjuk mutatni, akkor embereket nem szabad lebecsülni. Az emberek el tudják dönteni, hogy melyik párt, melyik politikus a hiteles. Kereszt kérdésem lenne. Ugye Ásotthalom jobbikos település volt, hiszen ön jobbikos polgármester volt. Mennyire sikerült az emberek nézetét úgy átformálni, hogy a Jobbik az már nem Jobbik, és a Mi Hazánk mozgalom az, ami...
Azt látom és azt tapasztalom, hogy az embereket nem a pártlogó érdekli elsősorban, hanem a személyt keresik. Azt nézik, hogy kik vezetik például azt az adott pártot, és még a Jobbiknak van egy 10 év alatt, bő egy évtized alatt kialakult olyan lendülete, ami még most viszi egy darabig. De azért, ahogy mondtam, az emberek átlátnak a szitán, és nem lehet őket hosszú távon félrevezetni. Hogyha látni fogják, hogy értéktelen emberek vezetik a Jobbikot, akik semmilyen produktumot felmutatni nem tudnak, azon túl 5 millió forintot hazavisznek, sok esetben a saját feleségükkel együtt, akik szintén a párt alkalmazottja, a párt kasszájából, közpénzből, akkor előbb-utóbb el fognak pártolni a Jobbiktól, hogyha azt látják, hogy mi viszont építünk és rengeteget dolgozunk a saját hazánk szolgálatában, akkor nagyon könnyen minket fognak majd választani. Én ebben hiszek. Akkor azt hiszem, hogy egy több részes sorozatot lehet csinálni, hiszen nagyon jó beszélőkéje, de az időnk az véges. Viszont utolsó lehetőségként így a kamerának, hogy közelgő választással vagy bármivel kapcsolatban önre bízom, hogy hogyan szól a kedves tévénézőkhöz, választópolgárokhoz, a lakossághoz. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy a tétje az európai parlamenti választásoknak is. 2022-ben is nagyon nagy lesz a tét majd az országgyűlési választások során, illetve az őszi önkormányzati választásoknak is nagyon komoly tétje van. Az ENSZ prognózisa szerint a század végére több mint 11 milliárd ember él majd a Föld nevű bolygón, miközben egyetlen egy kontinens lakossága csökken már jelenleg is, ez pedig az európai kontinens, és ezen belül Magyarország lakossága kiemelkedően csökken, amit súlyosbít az a hatalmas kivándorlás, elvándorlás, amit tapasztalhatunk itt Magyarországon. Az ENSZ prognózisa szerint a század végére jó, ha 6 millióan leszünk ebben az országban, és ebből a 6 millióból vajon mennyi lesz majd a magyar ember, mennyien leszünk mi magyarok, mennyien lesznek a magyar gyermekek. Ha ebbe belegondolunk, akkor érezhetjük, hogy óriási a felelősségünk. Nem dughatjuk a homokba a fejünket, mindannyiunknak tennünk kell a hazánkért, küzdenünk kell. És tudom, hogy nagyon nehéz megbízni ma már egy politikai pártba, egy politikai közösségbe, vagy akár egy politikus személyében, de az a kérésem, hogy azt figyeljék, hogy mit tettek ezek a politikusok, vagy akár ezek a polgármesterek, ne azt nézzék, hogy mit mondanak, vagy hogy mit mondanak róluk, csak a tetteket figyeljék. Kedves nézőim, Stúdió Percek című műsorunkat láthatták, és vendégünk volt Orockai László, a Mi Hazánk Mozgalom országos elnöke. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak.